Az ember elindul egy varázstoronyba, ott két dolognak biztos, hogy kell legyen. Egy varázslónak és csodáknak. Varázsló, Vida József tanár úr a varázstoronyban. Milyen csodákkal találkozik a vendég, ha belép ide? Eleve, amikor belép a létszámba, az szerintem egy szentély. És ahogy feljön ide a harmadik emeletre, itt meglátja ezeket a kísérleti eszközöket, a hatalmas nagy hőlégballont, a Bermuda háromszöget bemutató kísérleti eszközt, itt már elcsodálkozik. És ha bejön ebbe a terembe, ahol most vagyunk, ez a rendhagyó rák terme, jeglikányosról neveztük el, akkor itt tényleg csodákat mutatunk be nekik. Olyan rendhagyó rákat tartunk itt fizikából, kémiából elsősorban, amelyek csak kísérletesek szinte, és mondhatom, hogy ezzel tudjuk megfogni a gyerekeknek a figyelmét, ezzel tudjuk motiválni őket a természettudományok felé. Gyerekeket említett, csak gyerekeknek szánják ezt a varázstornyot, vagy egyébként felnőttek is gyönyörködnek benne és elfogadják? Jönnek felnőttek is. Van egy játszóházunk, nem túl régen nyitottuk meg. Gyerekek, kisgyerekek, általában alsó és felső tagozatos gyerekek az apukájukkal, anyukájukkal, a nagyszülőkkel jönnek, és nekik tartunk itt ilyen kísérletes bemutatót is, egy planetáriumi rövid műsort is, és a felnőttek is szívesen eljönnek ezekre. De mondanám azt, hogy vannak olyan nagy rendezvényeink, mint a kutatók éjszakája, a múzeumok éjszakája, ott pedig sokkal több a felnőtt, mint a gyerek. Valamikor, amikor én ide kerültem a főiskolára, akkor még egy tanárképző főiskola volt a neve, majd később, amikor már itt tanítottam, Hosszú tanárképző főiskola, akkor fizikát is tanítottam, illetve elsősorban azt. Jártam fizika tanári ankétokra, és ezeken az ankétokon mindig volt valamilyen előadásom, vagy bemutatom, vagy kísérleti pályázatom. És nagyon sok kísérleti eszköz készítettem, több találmányom is volt itt a fizika tanítás terén, fizikai kísérletekből, és úgy gondoltam, hogy ezekből össze lehetne állítani egy olyan kis varázstermet, amit sikerült is valamikor, valamivel több mint 10 évvel ezelőtt. A varázsterem ez a csodák palotájának a mintájára készült, hogy a gyerekek, meg akár a felnőttek is a szabadidejüket hasznosan tudják eltölteni, miközben játékosan tanulnak. Ez volt az ötlet. 2006-ban nyitottuk meg a varázstermet, és ezt tovább fejlesztettük, kaptunk egy planetáriumot, majd nem túl régen ezt a termet is megkapta a varázstorony, mert így most már egységesen varázstorony lett a neve, aminek eredetileg az első színhelye a Csillagászati Múzeum volt. A Csillagászati Múzeum, a Camera Obscura és a terasz. Ez vonzotta ide a vendégeket, a látogatókat, de a varázstoronynak a létrejöttével és ezzel az aktív kísérleti bemutatókkal mondhatom, hogy úgy szaporodott föl a látogatók száma, hogy most már több mint 60%-a gyermek vagy diák tanuló. Említette a csodák palotáját, nekem gyerekkorom nagy varázslója az Öveges professzor volt, és amikor először elkezdtem nézegetni ezeket a kísérleteket, amiket csinálnak, bemutatókat, nekem rögtön ő jutott eszembe, aki valami varázslatos módon tudott köznyelven tudományt adni az embereknek. Mennyire befolyásolt az ő működése, hogy ennyire erre állt rá tanár úr a kísérletekre? Én is Öveges tanár úrnak a televíziós műsorain növekedtem fel. Annak idején, amikor tanítottam általános iskolába, akkor ezt mindig példaként hoztam be a gyerekeknek, mindig részleteket vetítettem be annak idején a órákon, vagy délutáni foglalkozásokon, és nagyon jól megismertem Öveges professzorulat. Nem mindenki szerette őt. A tudomány talán nem annyira.
ugyanis ő inkább showműsort tartott. Érthető, de olyan showműsort tartott, amiből a gyerekek is értettek. És ez volt a nagyon fontos. A gyerekeket meg tudta ragadni ezekkel a kísérletekkel. Én úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, akik akkor nőttek fel, és látták öveges professzornak a kísérleteit, azokban még mindig benne van. Vannak ezek a kísérletek, a heki kutyától kezdve a elektrostatikus fésűig, ezek mind az ő produkciói voltak, ezen növekedtek fel az akkori természettudományt azóta is művelő emberek. Igen, és azért azt ne felejtsük el, hogy itt nem csak egy show műsorról van szó, hiszen a Varázstoronynak a keresztneve, hogy így mondjam, pályaorientációs és módszertani központ. Tehát itt egy természettudományos szemléletre nevelésről is van szó, hogy egy picit komolyabb téma felé vigyük el ezt a beszélgetést most. Mik ennek az alapjai, mennyire lehet ez komplexen venni? A természettudományos nézetek, vagy a természettudományos rendszereink mind a négy tantárgyra, tehát mind a négy tantárgyra, a biológiára, a fizikára, a kémiára és a földrajzra alapozódnak, ebből jobban kiemelkedik a kémia és a fizika. Ebből a két tantárból lehet olyan kísérleteket végezni, amelyek megragadóak lehetnek, amik motiválóak lehetnek. Na most a mi kísérletezéseink, ezek nem csak show jellegűek, hanem mindig elmondjuk a tárgyi magyarázatát, tehát a szakmai tartalom mindig ott van mögötte. Különösen akkor, ha tanári csoportokat fogadunk, szaktanárok jönnek sokszor továbbképzésre, vagy pedig előadásainkra, ebbe a teremben tartjuk ezeket, akkor mindig megspékeljük tudománnyal is természetesen, hiszen olyan tanárok tartják ezeket a rendhagyó órákat, kísérletes rendhagyó órákat, akik egyébként a tanszéken dolgoznak, a kémia, fizika, biológiai, földrajz tanszékeken, tehát oda tudják tenni a tudományt is a kísérletek mögé. Szerintem így érdekesebb, hogy kapnak egy kis tudományt, és ezeket élvezetesebbé, hogy jobban megráthatóvá tudjuk tenni a kísérleteknek a bemutatásával. Milyen területeken tudta még használni ezt a fajta szemléletét, amit a Varázstoronyban megvalósított szemléletet, gyakorlatot? Lehet ezeket könyvbe rögzíteni, lehet ebből publikálni, lehet ezt népszerűsíteni írásban, tanfolyamokon, nem tudom én, konferenciákon? Természetesen. Én elég sokat publikáltam, hát ami mondjuk az én tehetségemet vagy képességeimet illeti, egy több mint 80 szakpublikációm jelent meg különböző szakfolyóiratokban és konferencia kiadványokban. Könyvet is írtam, 14 könyvnek voltam valamilyen részarányban a szerzője is, önálló könyvem is jelent meg, tehát amiket én megvalósítottam, azokat megpróbáltam írásba is rögzíteni. Bár ez nem volt könnyű, mert bár apám irodalmár volt, de mondjuk ezt a vénáját annyira nem örököltem, hogy én is kisujjamból kirázhattam volna egy-egy cikket. Nagyon megszenvedtem ezekkel, de úgy éreztem, hogy ez kötelező elvárás, hogy az ember ha szakmailag fejlődni akar, akkor szakmai publikációkat is kell neki nyújtani. Kollégák hogyan fogadták ezt a tevékenységét? Hogyan tekintettek önre, hogy egyre végül is nyugodtan mondjuk, hogy egyre népszerűbb lett a látogatók körében, és egyre jobban igényelték a Varázstorony csodáit? Nem mondom, hogy nehezen fogadtak el, mert mindannyian, amikor létrehoztuk a Varázstornyot, mindannyian részt vettek ennek a kiépítésében. Volt, aki kissé vonakodott a show műsoroktól, nem annyira támogatta volna, de azért mindenki részt vett, kivétel nélkül az utolsó technikustól a professzorig.
támogattak. Itthon azt tudom, hogy járja az országot, mindenhol tart előadást, mindenütt, még a strandokat is kihasználja arra, hogy terjessze ezt a fajta szemléletet. Mennyire fogadják ezt külföldön? Ismerik-e ezt a fajta szemléletet, amit itt megvalósított? Talán külföldön ismertebb ez a szemlélet. A tudomány népszerűsítése a strandokon, a kertbe, a ligetbe, mindenütt a mondhatnám, hogy a névnapokon, születésnapokon oda is elviszik. Nálunk ez most kezd elhatalmasodni. Lehet, hogy nem jó szó ez az elhatalmasodás, de szeretnénk megoldani azt, hogy lehetőleg minél több helyre bevigyük a természettudományokat, kísérletekkel együtt. Hová, milyen helyekre hívták meg? Merre járt Európában? Hát én voltam Hollandiában, voltam Belgiumban, a Királyi Könyvtárnak a nagy előadójában tartottam egy délutáni kísérletsort francia diákoknak, voltam Németországban, voltam Szlovákiában, voltam Erdélyben. Még említettük, hogy foglalkozott konferenciákkal, írt tankönyvet, módszertani kiadványokba jelent meg, publikált rengeteget. Említettük azt, hogy pedig hát evidens, kézenfekvő, hiszen televízióval dolgozunk, hogy tévéműsorok szerkesztésével is foglalkozott. Magával a technikai oldalával nem. Tévéműsorok szerkesztésével úgy, hogy a úgynevezett szakemberekhez, tehát akik a forgatást végzik, azokhoz beajánlottunk programokat, illetve ők kértek be tőlünk különböző programokat. Így foglalkoztam, de iskolatelevízióval például, vagy amikor a gyakorlóiskolában voltam szakvezető tanár, akkor építettük ki az első zártláncú televízió rendszert az iskolában, és ott nagy kanállal ettük a műsortervezést, a műsorszerkesztést, de ennek már vége, tehát ezen is túlnőtt a technika és a kor. Ma már sokkal erőteljesebb a technikai előre menetel ebben a kérdésben. Ugorjunk egy nagyot visszafelé az időben. Beszéltünk Öveges professzorról, hogy szintén szerette azokat a dolgokat, amiket csinált, és adott ötletet, merített belőle. De Nemes Ócsán hogyan indult el a szülőfalujába annak idején az iskolába? Volt olyan ember, akihez kötődhet azzal, hogy idáig jutott, és ilyen szemléletet alakított ki? Hát Nemes Ócsa volt az életemnek a legnehezebb része. Akkor születtem meg, a háborúnak még nem volt vége, a második világháborúnak, és akkor vonultak az emberek a két hadtest között, ugye a németek vonultak vissza, a szovjetek jöttek előre, és a két front között valahogy beszorultunk, és Nemes Ócsára kerültünk, ez egy sziget volt, akkor még Magyarország volt a sziget, magyarországi volt a sziget, és ott születtem meg egy pékműhelyben. Nem sokáig maradtunk ott, elkerültünk Berekfürdőre, és én Berekfürdőn növekedtem fel, mivel apám a háborúban kint maradt nyugaton, nagyapám nevelt fel. És ez részben nehéz is volt, de részben jó is volt, mert nagyapám tanító ember volt. Ő nevelt engem, úgyhogy az ő példakép, vagy mondja az ő képére, tehát nekem példaképem a nagyapám volt a férfiak terén a neveltségben. Ő egy olyan pedagógus volt, olyan tanító, aki kántortanító is volt, aki házat is épített saját kezével, technikai, műszaki dolgokkal foglalkozott, és én ebbe a millióbe növekedtem fel, mérnök akartam lenni. Az volt az első elképzelésem, pedig a családban nagyon sokan pedagógusok voltak, és vannak még ma is. És akkor valahogy a sors úgy hozta, hogy erre keveredtem, mert ugye a fizika tantárgy, a matematika tantárgy, a technika tantárgy, az mind műszaki alapokon is nyugszik, és
ezért lettem matematika, fizika, technika szakos tanár. Ezen a nagyapán túl a mezőtúri iskola is besegített? Az is, az egy technikum volt, gépész technikum, és onnan jöttem én ide a főiskolára. Kivel találkozott itt? Kik voltak akkor azok a nevelők, akik elindították végül is ezen a pályán? Nagyon sok. Mondhatnám azt, hogy részben példaképeim is voltak ezek a tanárok. Akkor még tiszteltük a tanárokat. A Mátrai Tibor bácsi volt a tanszékvezető, a Patkó Györggyel együtt kialakítottak egy olyan tanszéket fönt a hegyen a C-épületben, ami mintaképére válhatna még ma is egyetemnek is. Ahány tantárgyunk volt, tehát mechanika, hőtan, elektromosságtan, optika, demonstrációs laborok, mindegyiknek volt egy független laboratóriuma. Ez sajnos megszűnt, ahogy szűkült a fizika szakos soknak a létszáma, illetve meg is szűnt több mint 10 évvel ezelőtt a képzésünk. De a régi tanszéken ott volt a Vidó Imre tanár úr, aki a módszertant tanította, ott volt a Márkus Jenő bácsi, aki a mechanikát tanította, a Hidasi Károly tanár úr, a Patkó tanár úr, már a nevét említettem, a Kovács tanárnő, majd később a Kis tanár úr. Ezek mind olyan tanárok voltak, akik engem még nem tanítottak mindannyian, de kollégák lettek a végén, és amikor régi tanítványokkal, korábban végzett tanítványokkal találkozom, akkor mindig rákérdeznek ezekre az emberekre, hogy mi van a Bálint tanár úrral, mi van a többiekkel. Sajnos sokan már meghaltak. Ez érdekes dolog, hogy én nem ilyen szakon végeztem annak idején itt, de Patkó Gyuri bácsinak az előadásait mi is nagyon szerettük, és érdemes volt beülni egy nem fizika szakosnak is meghallgatni, mert egyrészt végtelen humorral adta elő, nagyon jó hangulatba tartotta, másrészt sokkal jobban beleláttunk az egészbe. Aztán amikor itt ezeket említette, ezeket a kísérleteket, ez volt a gyökere annak, hogy a spektroszkópiában mélyedt el, és ebből volt végül is a doktori védése is. Igen, az első doktori védésem ebből volt. A Patkó György tanár úrnak a invitálására fogtam bele ebbe a kutató munkába, és valóban a spektroszkópia területén több munkám is volt, az infravörös spektroszkópiától kezdve a ultraibajos spektroszkópiáig. A doktori dolgozatom az ELTE-n történt, a védésem, majd később átíveltem a szaktárgyamhoz, a fizika szakmódszertanra, és a PhD disszertációmhoz már odakint Nyitrán, Szlovákiában történt. Ha átfutjuk az ön életrajzát, azért azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy szépen elismerték ezt a tevékenységét, több kitüntetéssel díjazták a munkásságát. Jelenleg professzor emeritus címe van. Mit jelent ez önnek? Mondhatnám azt is, hogy a koromat, mert nem lehetek már közalkalmazott. De ez a cím, hogy én megkaptam a professzor emeritus címet, ez nem mindenkinek jár ki, vagy nem mindenki kapja ezt meg. Én szerencsés ember lehetek ebből is, meg a többi kitüntetés és egyéb díjazásból is. Mondhatom, hogy én mindig utána mentem, vagy legalábbis én úgy éreztem, hogy ha én kapok egy kitüntetést, akkor nekem azért még meg kell dolgoznom. Tehát ezek a díjazások, ezek a kitüntetések, amik tényleg szép számmal voltak az életemben, mind buzdítottak, mind inspiráltak arra, hogy még többet tegyek le az asztalra. Melyikre a legbüszkébb? Melyiket szereti a legjobban? Nehéz választani a sok közül. Talán a Rász tanár úr díj volt az, amelyik a legjobban meghatott, amikor megtudtam. Felhívta a Ötvös Loránd
Tudományi Egyetemnek a professzora, a Kroh Norbert, aki akkor a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt, és telefonon közölte ezt a hírt. Hát mondhatom azt, hogy jó, hogy ültem akkor, mert annyira meglepődtem és meghatódtam ezen. A legutóbbi pedig azért volt emlékezetes, ez a Kis Péter díj, mert ezt itt kaptam, azon a karon, ahol sokáig tanítottam, dolgoztam, meg most is a Varázstorony is tulajdonképpen a karnak a része. Hát a Varázstoronynak alapítója, igazgatója volt végig, és hát most közre működik benne? Mondhatnám azt, hogy most már van igazgatója is, de megkértek, hogy amit eddig csináltam, azt csináljam tovább is, mert az a szervező munka, programszervező munka, valami ilyesmi lehet a feladatom most, lehet, hogy címen nincs is még hozzá, de a programszervezés az továbbra is az én feladatom. Nekem kell a különböző varázstoronyos programokat szervezni, úgymond felülről. Én napközben azzal kezdem a napot, amikor felkelek, hogy kinyitom a számítógépet, bekapcsolom, és körülbelül egy másfél óra hosszáig a beérkező levelekre kell válaszolnom, vagy azokkal kapcsolatban intézkedni. És úgymond home office ezek egy darabig, tehát otthoni munkát végzek, mert otthon tudom szervezni ezt a munkát. Vannak olyan kollégák, akik a közvetlen szervezést végzik, és vannak olyan kollégák, akik egy magasabb szintről engem irányítanak. Ezek szerint van utód? Tudod gondoskodni róla, hogy ez a munka tovább folyjon, ha ön visszavonul ebből egy kicsit? De van-e a családban utód, aki hasonlóképpen gondolkodik, mint ön, gyerekeinek át tudja-e adni ezt? Egy fiam van, ő eltérült erről a pályáról. Talán úgy meglebbentettem előtte a tanári pályát. Volt is neki affinitása ebbe az irányba, de valahogy a kereskedelem vonzotta, ott kapott sikereket az életben. Most egy olyan helyen dolgozik, ahol külföldi kiküldetésben, ahol Indonéziában a néhány évvel ezelőtti cunami romba döntött több falut, és az ivóvízellátás az kritikussá vált, ott dolgozik 2 évig, ivóvizet csinálnak. Az unokáimban viszont reménykedem. Van 3 unokám, és gondolom, hogy ebben a korban már az ember dicsekedhet az unokáival. Én csak annyiban, hogy nagyon szeretem őket, ők is engem, és bízom benne, hogy ha nem is erre a pályára, de a eddig szerzett tapasztalataimmal olyan pályára sikerül őket állítani, ahol megállják a helyüket, és boldogok lesznek az életben.